A gazdaság más szegmenseihez képest úgy tűnik, az ingatlan piacon nem történt akkora visszaesés, mint azt előzetesen várták a szakértők. Sőt, az április elejé visszaesés után május már újra egy erőteljesen felfelé ívelő görbét mutatott. Vidéken ugyanis már szinte a koronavírus előtti állapotokat idézte a sikeres tranzakciók száma. Az Otthoncentrum elemzései szerint a piac újraéledése egyértelműen összefügg a kormányzat könnyítési intézkedéseivel. A kezdeti sok után az emberek gyorsan igyekeznek visszatérni korábbi életvitelükhöz, így az elhalasztott vételi vagy eladási szándékok ismét előtérbe kerültek. Először azt vettük észre, hogy élénk érdeklődés mutatkozott a telkek, vagy az olyan zárt kertek irányába, nyaralók irányába, amik a 10 millió forint alatti kategóriát képviselik. Nyilván ennek volt egy olyan vonzata, hogy az emberek belettek zárva a panellakásaikba, és igyekeztek olyan helyet keresni maguknak, ahol szabadban tartózkodhatnak. Ugye a levegőre mindenkinek szüksége volt, és ezzel, hogy ugye otthon kellett maradni, igény lett erre. Bákány Zsoltné hozzátette, márciusban még arra lehetett számítani, hogy a járványidőszak az árakban is nagy változást hoz, ám ez végül csak Budapest peremkerületeiben valósult meg. A vidéki árak stagnálása elemzések szerint annak is betudható, hogy az ország központi részéről sokan költöztek olyan vidéki területekre, ahol túlkínálat volt jellemző. Befektetési célú vásárló annyira nem jelent meg, inkább az volt, amit az előbb említettem, hogy a családi házak, telkek, nyaralók iránt a kereslet az megélénkült, ezeknek az árai igazából nem is változtak, tehát a koronavírus előtti árakon keltek el. A lakásoknak a kereslete egy kicsit megcsappant, ott egy 5-10%-os áralkút eredményezett ez a vírus, de inkább az 5 felé megyünk, tehát vidéken nem lett olyan nagy árcsökkenés, mint például a fővárosban. A lebonyolított tranzakciók közötti átérést Budapest és vidék között az is okozhatja, hogy a fővárosban továbbra is elsősorban online ügyintézés zajlik az ingatlan piacon, az ország más területein azonban szabadabban végezhetik tevékenységüket az értékesítők. Bákány Zsoltné hozzátette, a lakásvásárlási céllal igénybe vett családtámogatások továbbra is nagy népszerűségnek örvendenek, a jövőben pedig mind a csok, mind pedig a babaváró hitel esetében egyszerűsödnek a feltételek.